Nyáron a nagy meleg és a szabadságolások miatt csökken a véradói aktivitás, ezért úgy döntöttek az országos szervezetek, hogy június 18-a és szeptember 2-a között kampányt indítanak. Mindenki, aki vért ad, egy személyre szabott köszönőkártyát kap, amely egyben nyeremény szelvény is. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Gurá Edina, a Magyar Vörös Kereszt megyei igazgatója. Köszöntöm Önöket! Elsőként beszéljünk arról, hogy mi is pontosan ez az akció már a múlt évben is, és ebben, a, ebben az évben is elindította a Magyar Vörös Kereszt is az Országos Vérellátó Szolgálata közös kampányát, aminek az a célja, hogy a véradó donorok nyáron is szívesen jöjjenek el vért adni, hiszen ez egy kritikus időszak a véradás szempontjából. Egyrészt elindul az allergia szezon, és azok a véradók, akik egyébként egészségesek, de ilyenkor allergia gyógyszert szednek, ők kiszűrésre kerülnek, tehát időlegesen nem tudnak eljönni vért adni. Illetve azok a donorok, akik egyébként rendszeres véradóink, a jól megérdemelt szabadságukat töltik, tehát ez is visszaszokott venni a megjelenések számából, illetve én hozzátenném, mert a kis településeken mi gyakrabban ezzel találkozunk itt Szabolcs megyében, hogy ilyenkor az idény munkák miatt, akik kint dolgoznak a földeken, különböző mezőgazdasági munkák elszólítják őket a véradástól, ez is ilyenkor visszábeszi a véradásoknak, a, illetve a véradó a megjelent véradódonoroknak a számát, tehát szükség van arra, hogy ezeket a, ezeket a rendszeres véradókat valahogy pótoljuk, illetve hát a folyamatos donorpótlásra mindig szükség van, hiszen a társadalom előregedésével, az egészségi állapot romlásával, azok, akik korábban esetleg tudtak vért adni, ez a státuszuk, a véradó státuszuk megváltozhat, tehát folyamatos pótlásra van szükség. A nyári kampány az egy kiváló lehetőség arra, hogy felhívjuk a figyelmet a véradásnak a fontosságára és a, a folyamatosságnak a szükségszerűségére. Heti, havi és a végén egy főnyereményt fogunk kisorsolni. A heti nyeremény az tulajdonképpen egy élménycsomag, ami egy badacsonyi borkóstolós vacsorával, koncertlátogatással, repülőtérlátogatással van egybekötve. A havi nyeremény az egy wellness hétvége, egy két személyre szóló wellness hétvégét jelent, a fődi pedig egy nagy képernyős tévé, amit az idén ki fogunk sorsolni. És hát gondolom azért is jó az az akció, mert ennek kapcsán lehet erről beszélni, ugye? Mint ez ahogyan, így van. ugye? Most is itt vagyunk. Hát a kérdésem az, hogy hogyha egy átlagos, csak egy kicsikét próbáljuk uh -huh. érzékeltetni, hogy egy átlagos hónapban mennyi vérre van szükség, és ahhoz képest a nyári időszakban mennyire esik vissza a donorok száma. A kollégáink heti terv alapján dolgoznak, heti szinten a megyében 500-550 véradónak kell megjelennie ahhoz az egyes véradásokon hogy a vérellátás zavartalan legyen. Mi erről próbálunk gondoskodni azzal, hogy személyre szólóan hívjuk föl a figyelmet, keressük meg a donorokat. Egyrészt SMS-t küldünk a számukra az adatbázisunkban, donorbehívókat küldünk ki, plakátokon hívjuk föl a figyelmüket, illetve személyesen telefonon keressük meg őket, akinek már letelt az az ideje, hogy újra jöhet vért adni itt a városban, illetve a különböző megyei véradásokon, tehát a megyében zajló véradásokon, illetve megjelenünk különböző rendezvényeken, hogy ezzel is próbáljuk fölhívni egyrészt a figyelmet, illetve az elmaradó donorokat valamilyen szinten pótolni. A nyár az nem csak itt Szabolcs megyében, hanem az egész országban Ök problémát jelent ebből a szempontból, és tulajdonképpen a megyében, illetve az országban is ahány kollega ezen dolgozik, ezt mindenféle módot megragadnak arra, hogy elérjék a donorokat, illetve felhívják a figyelmet a véradásnak a fontosságára. Tehát akkor ennek megfelelően nem beszélhetünk egy csökkenésről, mert ugye még most hát beszélhetünk csökkenésről. Nagy munkát végeznek annak van. Hogy, hogy, megmaradjon a vérkészítmények készítmények mennyisége. Igazándiból azok a, azok a munkatársak, akik véradás szervezéssel foglalkoznak, egész évben egy nagyon-nagyon komoly és nagyon elszánt munkába Vonjuk be őket, megterhelő munkába vonjuk be őket, hiszen napi szinten kell gondoskodniuk arról, és előre tervezniük, szervezniük, mindig előre kell gondolkodniuk, hogy ha már túl vannak egy véradáson, akkor a következő véradást hogyan szervezik meg, miként érik el a célcsoportot. Egyrészt nagyon fontos volna, hogy a fiatalok fölismerjék ennek a fontosságát, hiszen az ő vérük és ott van a segítség, mindenkinek a vérében ott van a segítség, aki elmúlt már 18 éves, a tessúja meghaladja az 50 kg-ot, és nincsen olyan ismert betegsége, ami kizárná őt a véradásból. Már a korábbi években is szokás volt, hogy kimozdultak azért a négy fal közül, és akkor különféle fesztiválokon, programokon képviseltették. Ez így van, ez, ez jelenleg is így Most van. Is. Mi is igyekszünk nagyon sok helyen megjelenni. Már az elmúlt hétvégéken is volt olyan véradásunk, amit eredetileg nem terveztünk, de jó alkalomnak tűnt arra, hogy megjelenjünk és népszerűsítsük. Ilyen szokott például lenni a motoros véradás, ahol a motorosok nagyon szíves, segítenek, valószínűleg magából a szabadidő eltöltésnek a veszélyességéből fakadóan is, hogy ha bajba jutnak az embertársaik, akkor tudjanak ebben segíteni, vagy ezt a módját válasszák a segítségnyújtásnak. Én mindenkit arra szoktam bíztatni, hogy legalább egyszer menjen el és próbálja ki, győzze le a tűfóbiáját, hogy ja, én félek ja, attól a tűszúrástól. Így van, ez valóban nem olyan egyszerű, hogyha valaki még soha nem adott vért, viszont, viszont ki kell próbálni, meg kell nézni, mert lehet, hogy ez az első véradás, az nem az utolsó véradása lesz, mert rájön, hogy semmi olyan nincs ebben, amit ne tudna többször is megtenni, és hogyha máshogyan nem, ezzel tud segíteni másokon. Olyan fordult már elő, hogy valamelyik vércsoportból nem volt. Valószínűleg fordult elő, amióta én itt dolgozom a Vörös Keresztnél, azóta még ilyen fajta vérhiány hál' istennek nem alakult ki. Ezt ilyenkor ilyen irányított véradásnak nevezik, ugye? Tehát, Ö, részben szokott lenni a irányított a véradás is. Irányított véradást az egy bizonyos vércsoporthoz, illetve egy-egy beteghez kapcsolódóan szoktak szervezni. Különböző fórumokon szokták ezt meghirdetni a családtagok. Ez nekünk jó alkalom arra, hogy egy-egy hozzátartozó rokon, barát ismerős fölismerjenek a szükségszerűségét, mert akkor, amikor egy bizonyos emberhez kötődik, és egy bizonyos emberen kell segíteni, az nagyon nagyszerű, mert akkor nagyon sok mindenkit meg tudnak mozgatni, el tudnak érni és arra tudják bíztatni, hogy segítsen. Én azt szoktam mondani, hogy a segítséget kell adni annak a névtelen betegnek is, akinek nincsen ilyen a gyógyulásban drukker tábora, hogy összefogjanak és segítsenek rajta. Neki is lehetővé kell tenni, hogy a kezeléséhez, a felépüléséhez vagy a műtétjéhez a megfelelő vércsoportú vér rendelkezésre álljon. És ha jól tudom, akkor a véradás abból a szempontból is jó, hogy a véradó is részben egy picit valami információ információt kap a saját testével kapcsolatban. Hogy... Ez így van, ez így van, a véradás az mindig egy szűrővizsgálat. Egyrészt azért, hogy adhat-e aznap vért valaki, egy rutinvizsgálaton esnek keresztül a donorok, a vérnyomásmérés, hemoglobin szintnek a mérése, mérés például megtörténik, van egy állapotfelmérés egy kérdőív alapján, ahol megvizsgálják, hogy vannak-e kizáró feltételei éppen akkor ott, és utána a levet is egy szűrővizsgálat történik, és erről kap visszajelzést a beteg, illetve a, ha valaki beteg, ha máskor nem, akkor a következő vér véradásnál, hogy valamilyen okból nem adhat vért. Ha jól tudom, akkor még olyan is előfordult, hogy utólag kiderült, hogy valamilyen problémája így van, van. Így van, tehát ezt felfoghatjuk egy ingyenes szűrővizsgálatnak is, úgyhogy ha valakit ez inspirál, akkor ez is egy jó módja annak, hogy megnézze, hogy valóban olyan egészséges-e, mint amilyennek gondolja magát. Beszélgetésünk végén mindenképpen térjünk ki arra, hogy hova menjen az, aki szeretne vért adni. A véradás.hu weboldalon, ha szűkítik a keresési feltételeket Szabolcs megyére is, és az országban egyébként, ha bárki bárhol tartózkodik, és letelik a véradónak az 56 napja, újra elmehet vért adni, akkor pontosan tud tájékozódni ezen a weboldalon, hogy hol van a következő helyszín szerinti véradás. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a lehetőséget.